Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán. Mi a közös ebben a három emberben, azon kívül, hogy pillanatnyilag a bicskei botrány miatt a politikában ők a leginkább érintettek a dologban? Ugye Novák Katalin lemondott, Varga Judit lemondott, és ott van Balogh Zoltán, aki pedig nem mondott le. Most megnéztem a képletüket, és mind a háromnak majom van a képletében. És jogosan kérdezhetitek, hogy de hát például én azt mondtam a majmoknak, hogy tök jó évük lesz. És nagyon-nagyon szépen mutatja a három képlet azt, hogy egyrészt fontos az, hogy hol helyezkedik el a majom, nem a majom, bocsánat, hogy bármelyik jegy hol helyezkedik el egy adott képletben, illetve az, hogy milyen elem társul hozzá. Mindjárt meg is magyarázom. De előtte még azt is mondom, hogy nagyon sokszor a jó, az ugye nem úgy érkezik, és nem attól lesz jó valami, hogy konkrétan jó, hanem egy fájdalmas út vezet odáig, amíg felismered, hogy ez bizony neked segített, ez bizony téged előre vitt, de lehet, hogy az adott pillanatban valami történés, az baromira nem esik jól, és inkább fájdalmat okoz. Ezt mindig ki szoktam emelni például segítő embereknél is, hogy attól még, hogy segítő ember, nem biztos, hogy segítő formában jön. No, és náluk is ugye a majom egyrészt mind a háromnak különböző helyen van. Kezdjük Varga Judittal, aki ugye önként fölállt és lemondott. Neki egy jangfém majom van az évében. Tehát, hogy neki abszolút egyrészt rettentően fontos az igazság, tehát, hogy ő egy kicsit ilyen igazságharcos, úgyhogy neki egész egyszerűen a lelkiismerete miatt nem tudott más tenni. Nagyon fontos még, hogy jangfa év van, jangfa sárkány év, és a jangfa és a jangfém az bizony opozícióban van egymással, mégpedig olyan opozícióban vannak egymással, hogy nagyon-nagyon fontos a szabályok, törvények betartása. Tehát nála emiatt, tehát itt a szabályok, a törvények, az igazság az, ami betette a kaput, és ugye azért mondott föl, azért lett egy ilyen cselekmény belőle, mert hogy a jangfa szépen ütközik a jangfémmel. Aztán nézzük Novák Katalint, akinek viszont a hónapjában van egy jangföld majom, és itt pedig szintén ütközés van, mert a jangföld a jangfával megint csak ütközik, tehát az évnek az energiájával megint ütközik az ő energiája, viszont ennek már az az üzenete, hogy meg kell tanulnod a saját lábadra állni, meg kell tanulnod egyedül boldogulni, és ráadásul ez neki a munkaoszlopában van. És akkor ott van Balogh Zoltán, akinek a majma, az pedig a saját elemében van, a napjában van, ott pedig egy jangfa majom van. És a jangfa meg nem ütközik a jangfával, hanem belesimul. Tehát ő nem mond le, ő marad ott, ahol van. Akinek még ugye érdekes a képlete, szóval nincsen benne majom, de van benne kecske és bivaj, az Rogán Antal, és egész egyszerűen azért érdekes, mert hogy ez az év a kecskékre és a bivajokra szintén hatással lesz. Ilyen vagy olyan hatással, de mindenképpen hatással lesz. Úgyhogy nagyon érdekes képletek vannak mindenfelé.